Hogy készültek a Ladik regionális verseny? Ez egy különleges év, mert hetedikes kislányokkal indultunk el a vetélkedőn, nekik igazán jövőre lesz szerintem esélyük, hiszen csak 8-ban van médiaóra. Ettől függetlenül a nagyon elfoglalt kislányokkal sikerült kétszer a megyei, kétszer a országos előtt találkoznunk. Ez azt jelenti, hogy átismételjük a műfajokat, elpróbáljuk játszani azt a szituációt, ami a versenyen majd próbára tehet bennünket. Láttuk, hogy milyen feladatok vannak az elmúlt évben, úgyhogy céltudatosan tudunk készülni. A lányok egy kicsit gátlásosak sajnos, pedig ebbe a vetélkedésben jobb lenne, hogyha rámenősebbek és nyitottabbak lennének, de hát reméljük, mire odaérünk az országos döntőre, ezen is tudunk változtatni. Vivien, mit vársz a versenytől? Hát természetesen a legjobbakat várom a versenytől, és szeretnénk az első helyet elérni, de valószínű, hogy nem fog sikerülni a korunk miatt, mert még fiatalok vagyunk, és úgy gondolom, hogy a megyei döntőt ugyan megnyertük, de még bőven van hova fejlődnünk az összetartással kapcsolatban is, mert nem vagyunk a legjobbak még mindig. De azon dolgoztok, hogy a legjobbak legyetek. Jó, rendben. Akkor sok sikert kívánok akkor a versenyre.